A Déliné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár igazgatói feladatait 2020. november 1. napjától Sótiné Szatmári Dóra eddigi igazgató helyettes látja el. 2020 őszétől a Kulturális Központban, a Dérinében egy új pozíciót tölt be, megbízott igazgatóként. Hogyan fogadta ezt a megbízatást? Milyen gondolatok merültek fel önben ezzel kapcsolatban? Hát hosszú évek óta már én voltam az intézmény vezető helyettese. Hát ez talán a 2000-es évek elejére tehető, amióta én látom el ezt a pozíciót, úgyhogy a vezetésben nyilván egy beleláttam. Volt egy időszak, amikor egy fél év, amikor én már elláttam a megbízott intézmény vezetői pozíciót, és most ismét úgy alakult a helyzet, hogy ezt a feladatot kaptam. Hát nagy kihívás elé állított, mert nyilván más egy intézményvezető helyettesnek a feladata, mint egy igazgatónak, de igyekszem megfelelni ennek a kihívásnak. Hogyan tud együtt dolgozni a kollégákkal? Milyen a munkahelyi klíma, a légkör a Dérinében? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon jó. Csapatban dolgozunk, ezt korábban is sokszor elmondtam már, hogy ezt máshogy nem is lehet, a mi munkánkat máshogy nem lehet végezni. Ugye több telephelyünk van, több intézményegységünk van, hiszen a könyvtár, a sportpálya, a városi sportcsarnok is hozzánk tartozik, illetve hát a Dériné az a székhelyi épület. Tehát több helyen vannak a kollégáink, de egy-egy rendezvény vagy egy-egy program kapcsán mindig együtt kell, hogy dolgozzunk. Úgyhogy ezt nem is lehet másként, csak csapatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó a hangulat, hosszú évek óta együtt dolgozunk már a legtöbb kollégával. Alkalmanként adódnak új kollégák, illetve hát a közfoglalkoztatott kollégák segítik még az állandó munkatársaink mellett a munkát, de én azt gondolom, hogy jól érzi magát mindenki az intézményben, és erre törekszek én is, illetve a kollégáim is erre törekednek, hogy mindenki jól érezze magát. Ugye az köztudott, hogy a Dériné itt a városban egyfajta kulturális szigetként is működik, de nincs elzárva ez a sziget, hiszen számos híd, kapocs köti össze a városban működő intézményekkel, civil szervezetekkel, akik mindig együttműködnek akármilyen kulturális rendezvény megszervezésében, megvalósításában. Milyen körül ez a kapcsolat, és hogyan tudnak együttműködni ezekkel a szervezetekkel? Hát ez így van, tehát akár helyszín biztosít egy iskola, vagy akár rendezvény helyszínként olykor olyan, tehát most például ebben a pandémiás időszakban, de egyébként is a református templom sok esetben helyszíne egy megemlékezésnek, például most legutóbb a Doni katasztrófára emlékeztünk, ugye ez hosszú évek óta így van, de akár amikor a birkafőző versenyt rendezzük, akár a Györfi István katolikus általános iskolával, akár a központi általános iskolának, a Kovács Mihály tagiskoláját is mindig úgy kapjuk meg, úgy adják át nekünk, minthogyha tényleg egy intézmény lennénk, tehát tényleg a városért együtt dolgozva tudunk valamennyi szervezettel együtt működni, de ugyanígy a szervezésben nem szeretnék nyilván senkit kihagyni, de akár a Birkafőző Egyesülettel, akár a Kovács Mihály Huszárbandériummal együttműködve, tehát nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, és én úgy gondolom, igyekszünk ezeket a kapcsolatokat fent is tartani, segítjük egymást, hiszen van, amikor nekik van szükségük a mi segítségünkre, akár hangosítással egy rendezvény kapcsán, akár helyszínbiztosítással, illetve mi is bátran számíthatunk rájuk programok alkalmával egy-egy, akár nézőként, hogy többet tud egy civil szervezet mozgósítani, több nézőt tud mondjuk adott rendezvényre mozgósítani, vagy éppen egy iskolai műsorral a városi rendezvényeket tudják színesíteni. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a kapcsolat.
Hát ez a pandémiával egy picit most változott, illetve ezzel a helyzettel, de igyekszünk ezeket a jó kapcsolatokat ápolni. Úgyhogy éppen a Vöröskeresztnek helyet adunk a véradáshoz, most amíg a Dériné le van zárva, mert oda nem jöhetnek be a munkatársakon kívül mások, akkor a sportcsarnokban tudunk a véradásnak például biztos helyet adni. Volt-e mostanában lehetőség, valamilyen pályázat nyújtott a lehetőségek igénybevételére vagy kihasználására? Igen, szerencsések vagyunk, én azt gondolom, mert most több pályázatot adtunk be, és úgy tűnik, hogy ezek nyertes pályázatok. Talán az egyik legnagyobb, ez egy 8,8 millió forint értékű pályázat, ami az ifjúsági ház egyes nyílászáróinak a cseréjét jelenti. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum írta ki ezt a pályázatot, ami az 50 és 500 fő közötti befogadó képességű koncert helyszíneknek az infrastruktúrális fejlesztéséről szól. Tehát itt tudunk egy picit nyílászáró cserével talán a környező lakóknak is kedvezni, és bízunk benne, hogy azért ez nekik is jó lesz, ugye a mi komfortérzetünket is fogja javítani nyilván, illetve hát energiatakarékosságot is fog jelenteni, de az új nyílászárókkal bízunk benne, hogy egy picit a zajterhelés is egyes hétvégi rendezvények alkalmával kevesebb lesz ott a lakóknak. Tehát ez igazából az ifjúsági ház emeleti nagy termének a hét nyílászáróját érinti, az első és a hátsó bejárati ajtót, illetve a lépcsőház nagy üvegfalának a cseréjét érinti ez a pályázat. Úgyhogy ez az egyik pályázatunk. Itt még programokat is előírt a pályázat kiírója, hiszen 12 darab élőzenei koncertet, illetve zenei produkciót kell majd biztosítanunk, illetve szerveznünk. Úgyhogy az lesz egy kihívás, mert hát jelenállás szerint június 30-ig kellene ezt. Nyilvánvalóan, vagy gondoljuk azt, hogy csúszni fog a pályázat megvalósítási határideje, de mindenképpen ez egy minőségi változást fog jelenteni, én úgy gondolom, illetve ha visszatér az élet a normális kerékvágásba, reméljük, hogy minél hamarabb, akkor programokban is fog ez jelentkezni. Amit még itt érdekeltségnövelő pályázaton az önkormányzat segítségével hozzájutottunk egy összeghez, amiből belső irattárunkat tudjuk fejleszteni, hiszen rengeteg irat van, amit meg kell őriznünk, úgyhogy ezt tudjuk egy picit fejleszteni, illetve szakmai munkához is a Csóri Sándor alapít, illetve a Csóri pályázaton nyújtottunk be, ott is néptáncos rendezvényekhez, hagyományőrző rendezvényekhez tudtunk egy bizonyos összeget nyerni, az 800 ezer forintot. Itt már jelezték, hogy ki fogják írni a következő pályázatot, úgyhogy arra is benyújtjuk, illetve a Karcagvárosért helyi akciócsoporthoz is nyújtottunk be egy pályázatot, amiről már az elsődleges pozitív visszajelzést megkaptuk, még az irányító hatóság fogja majd ezt a pályázatot a továbbiakban ellenőrizni, és utána merek majd arról bővebben és többet vesz. Tehát az is egy nagy összeg lesz, úgy gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én.